Sziasztok, én Elek, Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel. A most következő videónkban vagy babysitterek, vagy pedig apukák leszünk. Számomra ez még nem teljesen világos, ugyanis a Ki az apukád nevezetű játékkal fogunk játszani. Előre szólok, hogy lesznek ám itt bajok bőven. Hogyha örültök ennek a videónak, akkor mindenféleképpen már most csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés. Hogyha pedig valaki még mindig nem iratkozott volna fel ide a Gameplay csatornámra, mégis mire vár, amikor durvábbnál durvább gémeket pörgetünk itt? Ez egyébként a második verzió már, amit megnyitok, ugyanis az előzőben konkrétan nem voltak playerek, mivel ahogy néztem, nincsen konkrétan offline mód a játékban, szóval majd most valaki ellen fogunk játszani? Na várjatok csak, rámegyek a Daddy versus Baby-re, és akkor mi leszünk az apukák, és meg is találtuk már a bébinket. Szóval most egy másik játékoson kitrollkodhatjuk magunkat. Hát nekem találták ki akkor ezt a játékot. Az a feladatunk, hogy tartsuk életben a babánkat. És mi van nálunk? Egy porszívó? Amely segítségével akkor mindent fel tudunk szívni. Itt van egy gyertya. Vegyük fel. Miért ilyen fura a karakterünk? Ha-ho! Konkrétan egy ajtót alig bírok kinyitni! Hol vagy, gyermekem? Nincsen voice chat egyébként a játékban. Ugyanis úgy kommunikálnék vele. De akkor vajon a bébink az arra megy rá, hogy minél hamarabb meghaljon, nekünk pedig életben kell tartanunk? Még nem teljesen értem a játékunkat. De próbálkozok, hát szevasz kutya! Jó? De mégis merre lehet? Nincsen egy térkép a játékban? Hát sajnálatos módon nincsen. Az a labda ott nagyon is pattog magától. Lecs, hát ott a bébink! Ez a kis valami az, de gyere csak ide! Felgyújtalak! Hoppá, hoppá, hogy el tudtam kapni? A szemét mindenedet, én vagyok az apád! Ja, hogy itt volt lent a kis ágy. Ez mindennek a teteje. Nem tudom lehúzni a vécén. Most konkrétan megégetett minket. Na itt a porszívó. Hoppá, hoppá! Hogy elkaptam? Hát egymás ellen vagyunk akkor most. Jól van már, adjál békén! Itt van ám a kalapács! Hoppá! Na ezt nagyon is kaptad! Ilyen egy igazi apuka! Na! Most elkaptuk! Keljünk fel! És már konkrétan kúszni bírunk! Csak mi ez a game? Hát én nem voltam erre felkészülve! Jó! Nagyon is jó! És ilyen nagy a házunk. Hát bőven van ám itt pályánk. De sajnálatos módon már nincsen meg a kisbabánk. És folyamatosan láthatjuk a bal felső sarokban, hogy az értékeink csökkennek, meg nőnek. Hát annyira bedaráltam úgy szerintem minket, hogy nem tudok már konkrétan lábra állni. Na de merre vagy? Én most bosszút fogok állni, ugyanis én vagyok a te apád. Hát tisztára, mintha Star Wars-ban lennénk. Na most lehetséges, hogy megszökött. És az az a hang. Itt játszhat vajon az udvaron? Ja, hogy itt van a babánk! Na gyere ide! Jó? Megvagy? Most megvan, ugye? De fú! De mit csináljak ilyenkor? Gondoltam, hogy brutálisan nagy őrültség lesz ez a játék. Na de hogy ennyire? Azt egyáltalán nem jól van. Itt van nálunk. Most pedig már megint megszökött. Jó?
Ó! Hogy ő nyert! És konkrétan mi meghaltunk, ezért újjá kellett éleszteni magunkat. Hát de ki tudja, hogy ő mióta nyomatja ezt a játékot? Hát így könnyű! Én azt sem tudom jelenleg, hogy mégis hol vagyok. De szégyeld magad, hogy megölöd az apádat. Na itt van ez a gyertya. Aha. Most felgyújtottam? Vagy most mi van? Jó. Gyere már be a házba! De fú! Kizártál a saját házamból? Felveszem ezt a követ. És telibe le fogom dobni. Hát Rage Game lesz ebből! Aha, itt van. Nagyon is itt van. De ő még taktikázgat! Na ezt nagyon is kaptad! És szerintem ez nagyon is fájt neked. És konkrétan egy Mikulás sapka van rajta. Hát de végül is akkor... Most nyertünk, vagy nagyon? Nem. Hát az a feladatunk, hogy életben tartsuk a bébit, nem? Hát az előbb életben maradt, vagy életben maradt? Na látjátok! Na de itt is vagyunk egy újabb gémben. Ó, hogy van ám itt nekünk mosógépünk? Csak nehogy én! Betegyelek a mosógépbe, kedves baba! De mégis, merre lehet? Hát szevasz, baba! Te sokkal jobban nézel ki babának, mint az előző baba. Na, erről van szó, de én most megetettem vele a porszívót, vagy mi? Hát hova tűnt a porszívónk? Jó, itt van a mosógép, és be tudom ide helyezni. Várjatok már! De nem már! El ne szökj, hát hol vagy? De fú! Már rettentően közel voltunk hozzá! Merre mentél? Aha, gyere ide! Gyere ide! Te előlem nem menekülsz! Azt teszek veled, amit csak akarok! Esküjó apuka leszek majd amúgy! Ez csupán egy játék! Hát de nem tudom beletenni! Mi lenne akkor, hogyha magadtól? Belemásztál a mosógépbe, és belemászott! Azaz! Mász csak szépen bele! Jól van, fiam, ügyes vagy! Mász már bele! Hát kinyitottam neked! Léci! De fú! Mekkora lenne, összejönne? Hát kíváncsi vagyok, hogy lehet-e ám ilyeneket csinálni? Ja, várjatok már! Ez a szállítógép, a mosógép, itt van mellette. Aha, ő már nagyon is a vasaló körül van. Jó. Na vajon? Ide be tudjuk már tenni? Hát, sajnálatos módon nem. Na de bemászik magától, léci, másszál be! Na most kéne becsukni az ajtót. És ott van a mosógépben! Mász vissza! De fú, mász már vissza! Éreztem, hogy ezzel el lehet fanolni bőven. Ugorj fel! Én rácsukom, ugorj fel! Na! Léci! Várjatok már! A cuccokat tudom dobálni. A babát pedig... Sajnálatos módon nem. Pedig... Mi vagányul tudom dobálni ezeket? Hoppá, hoppá! Hát ezt nagyon is kaptad, baba! Na de, mivel ide nem tudtam betenni, nézzük meg, hogy mégis mit tudunk még itt csinálni. Eskü full biztonságosan vezetek. De nem igaz, hogy nem tudjuk betörni. A garázs ajtónkat, vagy valahogy lehet, hogy ki lehetett volna nyitni? Baj van! A baba vezeti a kocsit! Nagyon is baj van! Add vissza a kocsimat, hol vagy? Jól van. Kiszedtük a kocsiból, gyere ide.
És most már csupán egy perc van hátra. De fú! Pedig majdnem kimostuk a gyerekünket. Nem sokon múlt. Na merre vagy? Aha. Gyere ide. Nem lesz baj. Ameddig apát látod, addig nincs baj. És elszökik a kocsival. Na gyere ide. Gyere szállj be, én vezetek. Jó. Beszállt. És akkor közösen a gyerekünkkel krúzolgattunk. De miért ilyen fura ez a kocsi már, nem azért? Na! Gyere vissza! De most legalább csak egyszer haltunk meg, hogy elütöttek minket! De itt azt írja nekünk, hogy az apukának az a feladata, hogy életben tartsa a gyereket, a gyereknek pedig az a feladata, hogy kövesse a szívét, és mindent megtegyen, amit csak szeretne. Akkor mégiscsak nyertünk, hogyha a baba nem halt meg, nem? És ne! Most mi vagyunk a babával? Hoppá, hoppá, itt is van nálam a tablet! Amelyen keresztül tudjuk nézni a biztonsági kamerákat. Mennyire ötletes már egyébként ez a játék. Jól van, de szerintem a tablettel ne is foglalkozzunk, hanem nehezítsük meg az apukánk dolgát. Hogyan tudnánk meghalni amúgy? De most konkrétan úgy el tudnánk bújni ebben a kukában, hogy az apukánk észre se venne minket. Hát konkrétan már az úttesten vagyunk! Milyen apuka vagy? Nem figyelsz a saját gyerekedre? Szégyeld magad! De tudjátok, mindjárt áthajt rajtunk kocsival. Na én itt vagyok és várok egy kocsira. Ha-ho! Autók! Merre vagytok? Mi robbanás volt az? Hát mit művel itt az apuka? Én belemegyek a lángba. Nagyon is belemegyek a lángba. Én már égek. Most, hogyha megmurdálunk, akkor nyerni fogok? De nem hinném amúgy. Szerintem csak szivattuk ki én az apukát. De most ilyen győzelmi zenét hallunk. Akkor megnyertük ezt az egészet? Hát nagyon úgy néz ki, hogy nyertünk. Erről van szó, hát nekem találták ki ezt a játékot. Hogyha trollkodni kell, akkor nagyon is trollkodni kell. Pedig értitek, apukaként végig arra mentem, hogy szivassam a gyereket, közben pedig meg kell őt védenünk mindentől, és a gyerek szivatja saját magát. Fúj! Nincs még egy ilyen pelus? Ó, dehogy nem! Hát hozom is a koszos pelust, és majd, hogyha meglátom az apukát... De milyen nyúlékony! Nekünk is akarunk, akkor nagyon is telibe fogom dobni vele! Na mi van, apa? Hát de lesokkolózott engem! Neked meg kéne védened, nem? Én már itt sem vagyok. Csak az a probléma, hogy brutálisan lassan tudunk totyogni. Szerintem ő a koszos pelus miatt lett ilyen. Hagyjál azzal a sokkolóval. Nagyon is hagyjál. Hát konkrétan 0%-on van a tüdőm. Na ő egy rettentő profi játékos. És nagyon is vágja, hogy mégis mi van. De ezzel a gyertyával, minthogyha felgyújtottam volna. Rendes leboxoltuk! Kiütöttük az apukát, így kell ezt csinálni. De most is egyébként meg kéne próbálnunk bedarálni magunkat. Szóval akkor a játéknak az a lényege, hogy nekünk rettentő veszélyesen kell élnünk. Itt van egy patkány, fúj. És az apukának pedig meg kéne védeni minket, de a játékosok teljesen széttrollkodják ezt az egészet, és ők is be akarják darálni a gyereküket, holott nekik nem is az lenne a feladatuk. Íííí! Hát én most az előbb nagyon is ráültem erre a gyertyára. De miket lehet még itt csinálni?
Ezek itt festékek. Jó. Gyere csak, apa! De fú! Hát saját magamat festékeztem össze! Na de belemegyek én akkor! A mosógépbe! És hogy belemásztam? Apa, csukd már rám az ajtót! Ja! Hogy magamra tudom ám én is csukni! És be is tudom kapcsolni! Ne! Ember! És most az apukánk ezt nem veszi észre, látható is már, hogy a tüdőnk folyamatosan megy tele vízzel, és akkor ennek következményeképpen ennyi is volt. És sikeresen megnyertük ezt az egészet. Hát persze, hogy megnyertük. Babaként amúgy rendes sok mindent kihoztunk ebből az egészből. Na de próbáljuk meg most apukaként is. Hát szevasz, fiam! Csak az a baj, hogy ugye ő ilyenkor nagyon is ki tud minket ütni, nehogy kimenjél a füriből. Jó? Most én téged ide a WC-be szeretnélek helyezni. Tuti, hogyha babák vagyunk, az is megoldható. Hát a mosógépeset is, hogy megoldottuk? Rettentő komoly volt, hogy észrevettünk egy ilyen kis easter egget. Tuti, hogy még rengeteg ilyen easter egg van a játékban. És egy csomó lehetőség, hogy úszik már babaként? Mi komoly ez? Na de ez nem jó, mivel el fog fogyni a levegője, és meg fog halni, ezáltal pedig ő fog nyerni, nem pedig mi. Aha, ennyi is lett volna ez a gémünk. Az a baj, hogy tényleg hiába, hogyha apukaként nem az a feladatunk, hogy bedaráljuk a babát, akkor is vonz engem az a szerep. És ez okozta most a vesztünket. Ennyi is lett volna ez a videónk. Hogyha bejött nektek és akár szeretnétek még ebből a gémből folytatást, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot. Ott van minden lent a leírásban. Én köszönöm a figyelmet, Elek Robi vagyok. Majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplayben. Addig is, szevasztok!